Sziasztok, Simon Klára, Siklara vagyok a Gamer365-től, és ma megnézzünk egy jó kis 3D platformer játékot, Skylar and Pluxot, ami egy... Fogalmam sincs, mennyire hallotok, én eléggé kevéssé hallom magamat. Szóval ez egy ilyen elég hagyományos kis 3D ugra-bugra, ha minden igaz, túl sok opció nincs, úgyhogy szerintem kezdjük is el. Épp csak belenéztem, úgyhogy nem sok minden történt eddig, újra is játszom. In the outskirts of our galaxy, a relic from the ancient progenitor civilization has surfaced. And I fear what could happen if it fell into the wrong hands. Some say heroes aren't born. Heroes are made. I guess clichés exist for a reason, because our hero is just in the making. Bob, how is our test subject doing? Oh, well, look who's awake. Our little thief. Are you really so stupid as to think you could steal from the great CRT? Heck, I'm not even sure how you're still alive after that gruesome reconstruction. But hey, I'm not complaining. Once your brand new arm's complete, you'll be able to sucker punch people into orbit, baby. Now, if all this sounds a little strange to you, it's probably because I've started removing your memories. I know. A tad extreme, but that's just how I roll. Can't let you keep that pesky free will of yours, can we? Okay. Bye now. Installation complete. This was a rather unfortunate turn of events. Although you no longer remember said events. Stand by. Initialize kinetic weapon system. It would seem that you have a much greater role to play, Skylar. Let's get you out of here. Kezdődik mindjárt a tutoriál. Előtte megpróbálom megint egy picit lejjebb venni a hangot, mert... Tényleg elég hangos. Leveszek mindent 55 körülre, hát ha... Meglátjuk, hogy fog ez így működni. Nyugodtan szóljatok, ha most meg túl halk lett a játék. Szóval így... Ránézésre egy teljesen hagyományos 3D ugra-bugra játék, ez a Skylar and Plux, aminek a főszereplője ez a robotkart kapott amnéziás néma macskalány. Legalábbis gondolom, hogy néma, ameddig eljutottam benne, addig nem beszélt, csak a frissen rászerelt kar helyette. És most meg fogunk szökni innen a... Fogalmam nincs honnan, űrállomásról. Egyébként jó, jó pofán néz ki. Kicsit ilyen, nem is tudom, Ratchet and Clank-es. De egy csomó másik. Én megmondom őszintén, nekem a platformer műfajnak ez a hőskora PC játékosként eléggé kimaradt. Akkor Titan inkább FPS-ekkel, meg RTS-ekkel játszottam, meg nem nagyon volt még gyerekkoromban olyan konzolom, amin ezek... Hoppá! Amik... Uda béna voltam. Szóval amiken lettek volna ilyen játékok, úgyhogy nekem nagyon sok pótolnivalom van. Ez a triple jump? Hát nem tudom. Ez a két kis robot, Dave and Steve volt, hát jó. Szóval akik
Opa, akik tapasztaltabbak vagytok ilyen játékok terén, és nem csak a Croc 1-2-vel, meg ezekkel játszottak, mint én, vagy játszottatok, nyugodtan levonhattok helyettem is következtetéseket, hogy mire emlékeztet leginkább. Most itt szépen megtanuljuk az alapirányítást, miket tudok csinálni. Eddig nem túl bonyolult, de hát végül is 7 éves gyerekeknek van belőve a játék. Na. Jaj, te még élsz. Micsoda erdős. Vagy füves. Nem tudom, lanka van itt az űrhajón, vagy űrállomáson. Érdekes. Érdemes oda messzire elugrálnom? Hát végül is miért ne? Előbb itt nem néztem körül ennyire. Remélem mindenkinek jól telik a hétvégén. Nekem annyira fáj a fejem egyébként, hogy egy jó nagyot aludtam éppen az előbb, úgyhogy bocsa, kicsit be vagyok lassulva, még nem ébredtem föl eléggé. Na, most vissza kéne jutni valahogy. Szia, Muki! Hopp! Egyébként a grafika nekem eddig határozottan tetszik. Célnak teljesen megfelel. Unreal Engine-nel készült a játék. A fejlesztő csapat egyébként egy cseh független csapat. És ha jól emlékszem, talán tavaly előtt jelentették be ezt az egyébként állítólag nem túl hosszú játékot. Úgyhogy nálunk majd, ha tényleg annyira rövid, akkor kedden már olvashattok róla egy rövid tesztet. Aztán majd, ha minden jól megy, valamikor a héten érkezik a Rime is. Szintén tőlem. Na, micsoda dugi szobák vannak itt. Hogy ezek a sárga bigyók mire jók, hát egyelőre a jó ég tudja, de kényszeresen szedjük össze mindet, aztán abból baj biztos nem lesz. IMSQR, én nemrég fejeztem be a Surge végigjátszást, szóval most jöttem nyugtatóként gyerekjátékot nézni. Ó, gratulálok a Surge befejezéséhez. Ez a végső boss nem rossz benne, nem akarok spoilerezni. Én még nem léptem át New Game Plus-ba, úgyhogy még csak benéztem a végső bosshoz, aztán gyorsan visszamentem a hiányzó küldetéseket befejezni, és még ma délelőtt is surge-eztem. Úgyhogy most nekem is... Nekem is nagyon jó idő, vagy idő? Idegnyugtató ez a játék, kicsit ilyen... permadeath, meg egyéb fenyegetések nélkül lehet itt ugrabugrálni. Mondjuk permadeath a surge-be sincs, csak... scrap elvesztése. End of the line, kitty cats. Get her! Ah, dang it, you imbecile. You complete nowhere. Now's your chance, Kyla. Escape. Brace for impact. Woo! This is it! I'm outie! Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy! Alright! Who are you? This is Skyla. Whoa, you got a talking arm. That's neat. Greetings, feathery friend. Greetings, you guys. I'm Plux, and these islands are my home. Tasmania, csúnya kérdésedre válaszolva, még nem tudtam eldönteni, hogy ez PS Plus-ba való játéke.
De Steamen ránéztem az értékelésekre kíváncsiságból, és ott ilyen 8-9-es értékeléseken van, úgyhogy nem tűnik ez egyáltalán rossznak, csak hát kicsit ilyen no-name, meg hát ugye már láttunk hasonlót. Jézusom! Mi történt a szinkronnal? Ez érdekes volt. Volt egy kis hangbug, ahogy hallottam, itt abnormálisan felgyorsultak a szinkron hangok, de hogy ezt miért csinálta a játék, erről nem sok fogalmam van. Ez... Amúgy is kicsit csízik egyébként a szinkron hangok, tehát az nem annyira erős pontja a játéknak. De az előbb körülbelül itt eddig ugrabugráltam el, csak hogy megnézzem, hogy megy-e a játék, meg minden rendben van-e vele. És akkor nem csinálta ezt a felgyorsulós valamit. PS4-en játszom egyébként, úgyhogy ez a PS Plus-os hasonlat, ez helytálló lehet. Hát egyébként, ha jól emlékszem, ez egy nagyon friss játék, most pénteken jelent meg. És én szóltam Mackónak, hogyha esetleg lehet belőle kérincsélni kódot, akkor én szívesen elugrabugrálok vele. Mert miért ne? Tehát néha olyan jó kicsit a gyermeki lélek felé is, hogy a gyermeki lélek igényeit is kielégíteni két csonkolós, sötét, posztapokaliptikus, dark fantasy és akármilyen másik korhatárosabb játék között. Tehát nem árt a változatosság, de lehet, hogy ezzel az erővel inkább valami klasszikust is pótolhattam volna a műfajon belül. Na mindegy, de ne legyünk ilyen borulátóak, lehet, hogy ez tök jó lesz. Na mi ez, bonfire? Vagy ezzel itt mit csináljak? Nem tudom. Most csak így össze-vissza ugrálok egy sort, hogy körülnézzek, onnan jöttünk. Ott is van lent valami, azt az előbb én már megnéztem, de azzal még nem tudtam mit kezdeni, úgyhogy gondolom ahhoz valami tárgyat kell még szereznem. Tényleg semmi nincsen? Hát jó. Mindegy, menjünk amerre a kis akármik mutatják az utat. I have dropped these all over the island. They are quantum replicators, and should you, to all our dismay, perish, they will relocate you to the last replicator you passed. And I added confetti as motivational flair. That's thoughtful. Motivációs konfetti a checkpointokhoz. Hát jó. Néha ezekben a bokrokban van ilyen felvehető cucc. Itt lent mit hagyok ki éppen? Semmit. Van 3 életem, hát gondolom, ha meghalok, akkor... Ó, basszus! Hát, jó. Azt hittem, egyből kell átugranom. Na, itt semmi. Ja, jó. Egyébként szép, tehát hogy nekem bejönnek ezek a jó kis élénk színek, és hogyha gyerkőcként játszanék, ez abszolút imponálna. Tehát valószínűleg a célközönségnek ez abszolút befogja. Amire vigyázni kell az ilyen játékok esetében, hogy tényleg úgy nézzünk rá, hogy ez kiknek és milyen szándékkal készül, de tagadhatatlan, hogy van egy csomó olyan... Na? What is she doing in a cage? Ooh, ki kell szabadítanunk. Plux, is that you? Could you ask your feline friend to please get rid of these monsters? Don't you worry your blobby little head. Szörnyek. Szóval, hogy van egy csomó olyan gyerekeknek készült játék, ami ugyanakkor felnőttként is abszolút szórakoztató. Tehát erre mondjuk jó példák a Zeldák, ha nem is a legújabb. Amivel még nem játszottam, így arról nem tudok nyilatkozni. De mondjuk
mondjuk a Wind Waker. Ezeket hívja szörnyeknek. Jézus, az hogy néz ki? Neki van ilyen kedves női hangja? Mi ez? Hey, don't sweat it, but what in the name of funk is going on? A terrible calamity has struck our island, and he calls himself the CRT. His greedy attempt to deconstruct the siphon broke it apart, and I can feel the life force of this moon seeping away. Oh, meg kell menteni a bolygót. It's an ancient progenitor mechanism powered by three fuses. As the CRT stole one of them, the other two returned to their original places of creation. On the highest point of the island. Hát hol máshol? Meg kell szerelni a szigetet. In time. And the stolen one is kept in a fortress of steel. De milyen jó változatosnak tűnik, ami még előttünk van. He has imprisoned my people, the Loar, trying to extort us into revealing the fuse's locations. Oh, please, if you find any of my children, break open their cages just like mine. Atyaig. And for the trouble, I will increase your health. So if you ever feel weak and beat down, remember to come and talk to me. That sure seems like a tall order. I'm sure you'll do fine, Skylar. Pleasure meeting you. Ezek a lóalények nagyon furcsák. And I understand that. But it needs you now more than ever. What? Me? You know this island, so you must guide Skylar on her journey. I guess I know my way around. Sure, if you say so, Jelly Beans. Very good, my friends. And Skylar, let Clover Mountain be a trial of your courage. Best of luck to you both. All right. Let's go on an adventure. Ó, anyám. És azért gyűjtöm a bizpaszokat, hogyha öt ilyen szerencsétlen megmentek, akkor szintet lép, vagy kapok egy szívet. Szóval akkor most az agymosott robot karral felszerelt cica lány fog itt mindenkit megmenteni. But without the fuses, it remains broken. Your journey begins at the foot of the Clover Mountain. Nagyszerű. Hát akkor menjünk valamerre. Közben olvastam, amit írtál a Surge-ről, SQR. Én se hiszem, hogy ez a boss gondot jelentene. Tehát én is már az első próbálkozásra, 85. szinten, rögtön eljutottam vele a Phase 2-ig, amikor már ember, vagy hát ilyen humanoid alakban jön. Úgyhogy ott aztán hagytam magam agyonverni, és még visszamentem megcsinálni dolgokat. Ami meg ezt a játékot illeti, hát igen, jól mondja Tasmania, hogy az az egy szerencséje van a fejlesztőknek, hogy azért ilyen ilyesmiből nem nagyon lehet. Vagy nem. Hát nincs túl sok. Mondjuk sokan mondják, hogy 2017 lesz a 3D platformer műfaj nagy feltámadásának az éve. Ugye már volt idén Jókaleili. Na. Még egy ilyen habcsókot, vagy ó, basszus, nem tudom mit kiszabadítottunk, aki hálából lelökött. Remélem anyu is számított, és akkor már csak hányat kell kiszabadítani, még 3-at. Hogy kapjak egy szívet, valahogy úgy. Hát, hogy most merre menjek, azt nem tudom, de gondoltam elindulok valamerre, aztán talán rám bízza a játék, hogy éppen melyik 3 nagy terület. Tehát a 3 nagy területből melyiket kezdjem el itt meg hódítani. Hogy megváltozik a zene, ahogy átérek egy-egy ilyen részre.
Valószínűleg nem egy túl nagy költségvetésű játékról van szó egyébként, tehát nyilván azért vannak az átvezetők is ilyen képregényesen megoldva. Kicsit a Gravity Rush-ra emlékeztetett, bár ott jó pofábot tényleg szó szerint ilyen képkockákból felépülő képregényes átvezetők vannak. Játék nem tart tovább 2,5-3 óránál? Oh my god. Tiszta Jak and Dexter feelingem van ettől a játéktól, és azt imádtam PS2-n, mondja Biagio. Én is nagyon szerettem, már ameddig eljutottam benne. Azt is így öreg fejjel pótoltam. Nem hiszem egyébként, hogy itt két és fél három órás stream lesz, tehát annyit nem terveztem, inkább csak egy ilyen... Sidekickünk az apukáját várja. Szóval inkább csak egy kedvcsinálót gondoltam. Basszus. Elvileg a játéknak az ára is ilyen kicsit nyomottabb, tehát nem egy túl drága programról van szó. Gondoltam, hát ha akad majd a nézők közt egy-két apuka, anyuka, vagy valaki, aki éppen gondolkodik rajta, hogy a rokon gyerkőcnek milyen játékot mutasson meg. És arra jó lehet ez a stream, hogy ötletet adjon. Tehát igazából irányítással abszolút nincs gond. Szép, színes, szagos, aranyos. Egy ránézésre nem túl nehéz. Jó, hát tényleg az elején vagyunk. Mindenhova benézünk, beugrálok ide a virágágyásba, de most nincsen dugi. Izébigyó. Ilyen sárga valami. Hopp. Ja, az madaram. Agyon akarom verni a sidekickemet. Nem baj. Valaki itt, mintha nyüsszítene. De kis csúnyák, szegények. Minden ilyen játékban ez egyébként ez tölt el a legnagyobb örömmel, amikor valamilyen szerencsétlent megmentek. A Hollow Knight-ban is az volt a legnagyobb szórakozásom, amikor a kukacokat mentegettem. Közben azt nézem, nem, itt nem lehet sehova felugrani, itt se, ezek is csak ilyen random díszletek. Szóval tényleg ilyen elég fajék egyszerűségű, megyünk előre, szétverjük a dobozokat, kiszabadítjuk, aki rászorul, és így tovább. Van-e még itt valami? Hát, mindegy, menjünk tovább. Basszus! Na, még egy checkpoint. Jaj, bocsánat. CRT. Mint a monitor. Kicsit tényleg ilyen kis gyanyinkák ezek a szinkron hangok, meg párbeszédek, de hát végül is nem nagyon lehet belekötni. Meg aranyos. Ezek az élénk színek nagyon tetszenek. Prime-ba is belenéztem egy picit ma délelőtt. Annak is a színvilága nagyon, nagyon jó pofa. Hát mondanom se kell, hogy ez egy ennél is szebb játék. Ezt nézem, hogy oda föl lehet menni. Hát akkor mindegy. Ott valamit, mintha kihagynék. Ezt nézem, hogy vajon mennyire lineáris vagy. Ja nem, onnan jöttünk lentről. Ja, jó, semmi.
Oké. Tehát akkor igazából tök lineáris a játék. Eddig. Na, itt mit kell? Ó, itt ugrálnom kell ezeken a valamiken. Ezt most jól elrontottam. Nem baj. Azt mondja Tazmánia, hogy a játék most PS Plus tagoknak csak 3000 forint, amúgy 4590. Ez egy hasznos info. Ja, és köszi, hogy az előbb mondtad, hogy egészségemre, SQR. Jó van, jól nyomom. Egy szélben jó lesz majd. Hát igen, tehát ez inkább ilyen kis könnyed szórakozás. De most várok egy kicsit. Kéne élet, ha már itt zsinórba kétszer is elbambultam. Mi az, hogy sárga a szív? Csofat, vagy mi? Mindegy. Van egy sárga szívem. Bármi is. Aha, most már kipirosodott. Szép. Jó pofa. Megyünk fel a hegyre? Gondolom. Jaj! Hoppá. Jól van. Megint nem figyeltem. Basszus! Jó, én voltam hülye. Oké. Semmi gond. Vissza a checkpointhoz. Látjátok? Nem kell gyereknek lenni ahhoz, hogy valaki béna legyen. Mondom én, hogy nincsen gyakorlatom a műfajban. Dark Souls-ok után itt teljesen óvatlanul ugrabugrálok a színes környezetben, aztán elrepülök. Jó. Na jó. Eddig olyan túl sok csapda meg nehézség nem volt eddig. Na, épp akartam panaszkodni, hogy elmaradt a zene, de visszajött. Ja. Jó van, azért nem vagyunk olyan messze a halál helyszínétől. Most inkább várok egyet, kicsit addig itt. Hé! Basszus! Oké, tudom, mit rontottam el, tudom. Ó, valaki itt is nyírvákol, vagy csak én hallom. Oda vajon át tudok ugrani? Itt nyírvákol valaki. Aha. Téged majdnem itt hagytalak. Sorry. Jó. Na, már is megérte meghalni. Még egy ilyen. Akármivel többet kiszabadítottunk. Igen, a Rime-ot PC-n fogom tesztelni. Olvastam, hogy nem túl optimalizált, de én nekem eddig nem tűnt fel, hogy bármi komoly gond lenne. Szépen felraktam mindent maximumra. És jó, hát a tükör sima 60 fps, a GTX 960-ammal az már nincsen meg mindig. De az nem a játék hibája, hogy egy kicsit már öregecske a konfigom. Alapból médiumot ajánlott egyébként az árnyékokra, meg a textúrákra, lehet, hogy úgy meg lenne. De most egy olyan játéknál engem őszintén szólva nem különösebben zavar, tehát ott se a villámgyors reflexeké a főszerep, hanem kicsit ilyen Wind Waker-szerű, mondhatjuk, hogy előnyaralós játéknak tűnik.
egyszerűbb fejtörőkkel, legalábbis amennyit láttam belőle. Hoppá, innen nem fogok tudni felmenni a ketrecben lévő gyerekhez. Basszus. Thingamajig. Jól van. Azt írják róla, a későbbi területeken 1080 sem tartja a stabil 60 FPS-t. Ez picit ijesztő. Hát ez valóban. Én Warhawktól olvastam Twitteren, ő írta, hogy benyomásai szerint rettenetesen rosszul van optimalizálva a játék. Kíváncsi leszek. Ott az elején még nincsenek nagy gondok. Ezzel meg végképp nem. Közben visszajöttem megnézni, de nem tudom, hogy fogok oda följutni onnan, úgyhogy inkább menjünk tovább, aztán majd legfeljebb visszakeveredem. Ja, várjunk, itt is vannak még dolgok. Na, kicsit reménykedtem, hogy ez a platform valami dobbantó. Aha. Ja, ezt majd valahogy itt le kell kapcsolni, gondolom. Doboz, doboz, doboz. Na ez mi? Doboz. Összesen 18 ketrec van vajon ezen a területen, vagy az egész játékban? Én gondolom ezen a területen, mert kettőt nyitottam ki eddig. Erre? Ha! Bocsánat, csak kíváncsi vagyok, hát ha ez vezet valahova, de nem úgy néz ki. Csak ide vissza lehet jönni. Nem. Na jó. Na. Jó. De itt hallom, hogy nyiforog valaki. Valahol itt fölöttem. Itt nyivákol. Ott fönt. De én oda hogy jutok fel? Na jó, mindegy. Majd rájövünk. Jó. Ninja reflexeim nem igazán vannak. Na jó, koncentráljunk az előrehaladásra. Ja, hogy de itt mindenképpen át kell szállni a másikra. Oh. Jaj, nem baj. Nem baj. Ha egy 7 éves gyerek meg tudja csinálni, akkor én is. Előbb-utóbb. Na jó van. Ez mi? Rocket jump to high places and rocket roll over your enemies. Rocket? Always a thief. Ain't that the truth, huh, pussycat? Well, fine. It's just a prototype anyway. Probably just gonna break it like you do everything else. And who's that talking through your arm anyway? Bob? Is it supposed to do that? I'm not entirely sure, sir. Then what am I even paying you for? You're not actually paying me, sir. Oh, right. Silly me. Okay, hol az energiaméter ennek a valaminek? Ja, ott az ikon. Értem. Viszont várjunk, akkor lehet, hogy előbb visszamegyek oda. Visszajövök ide. Csak hogy unalmas legyen a stream. Ja, hogy ezzel most egyelőre csak
Csak így... Csak ezt tudom. Aj, ne már. Hát akkor mi értelme van? Ah. Jó, hát akkor ennek így nem sok értelme volt. Wow. Elég prototípus tényleg. Hold R2. Még egyszer. Ah, ja értem. Értem, értem. Hát ez az előbb jól jött volna ott a szigeten is. Alattam nem hagyok el semmit. Hát reméljük, hogy nem. Micsoda? Press R2 while running to rocket roll. Mindjárt kipróbáljuk azt is. Aha. Ez jó pofa. Majd remélem valami haszna is lesz. Hello. Az ott a játék eleje vajon? Honnan jöttem? Mondjuk ez jó pofa, hogy így be lehet látni az egész szigetet. Wow. Bocs, hogy nem beszélek annyit, olyan túl sokat nem tudok hozzáfűzni a látottakhoz. Ugrabugrálok fel alá. Jó, hát akkor nincs más hátra, mint előre. Á, visszajöttünk. Mindjárt megyünk le. Aha, ott. Igen, ide le akartam jönni mindenképpen. Miért nem? Ja, még mindig van egy ketrec, amit találnom kell ahhoz, hogy kapjak végre egy szívet. Na jó. Itt van valami, semmi, akkor megyünk tovább. Dobozok. Minek fáradnak azzal, hogy dobozba teszik, ha úgyis széttöröm. Former meg gyerekeknek való 3D játéknak valahogy a kötelező eleme, hogy ládákat, dobozokat, vázákat, valamiket mindig lehet törni, zúzni. Ezzel így kipipálhatjuk az agressziót. Büdös gomba. A checkpoint. I love this place. It's so soothing and easy on the eyes. No, hát ilyen az, amikor a sidekick. I think the words you're looking for are chaotic and hideous. No, what's your deal, man? My deal? This pathetic island is my deal, pigeon. As in, I own it. I'll turn this wilderness into something more productive. You can't. No? That
That's exactly what those pesky natives said. And look where they are now. Anyway, tell me when you and Kitty Cat are done sulking and ready to get to work. Whatever he's got planned, it can't be good. We really do have to do something, don't we? De béna vagyok. Mondjuk ezek a valamik olyan, mintha össze-vissza ugrálnának. Nem pedig úgy rám. Valaki is sírdogál. Valaki itt nyivákol. Aha, ott lent. Na itt végre egyébként egy kicsit kinyílt a terep. Nem teljesen lineáris. Hanem lehet... Lehet kedvemre jönni-menni. Valahol itt volt egy kett, ott van. Na, hello, adj egy szívet. Még mindig nem. Nem az volt, hogyha ötöt kiszabadítok, kapok egy szívet. Jó, mindegy. Boldogulok így is. Követem a nagy sárga kábelt. Ja nem, itt az ajtó van. A másik sárga kábelt kell követni. Elnézzünk mindenhova. Bá, hát majdnem. Jó van, hál' Istennek, ez tényleg ilyen idegnyugtató játék, nem nagyon kell leizzadnom, hogy történjenek a dolgok. Nem egy rizikós stream. Vajon sikerül-e tovább jutnom? Vajon sikerül-e rájönnem, mit kell csinálni? Kis relaxáció. Na várjunk, ott lent van egy... Jaj. Oké. Gondolom itt lesz bent, akit lent, vagy fent láttunk. Ja, vissza kell menni a nagy nagy valamihez, és majd akkor kapok szívet. Igen, ennek van értelme. Anyu megjutalmaz, ha oda megyek. Össze-vissza jövök, megyek, de hát... Körülbelül ezt is kell csinálni talán. Várjunk. A dobozoknak nem bírok ellenállni. Azt hiszem az Ocarina of Time-ba volt egy... olyan üzlet, ahol állandóan rengeteg vázát lehetett összetörni. Oda nagyon sokat visszajártam. Nem tudom miért esett olyan jól, de jó volt. Sírdogál valaki. Ott van. Már vártam valami plot twistot, hogy a vízesés mögött van, vagy ilyesmi. Arra nem megyünk.
Össze-vissza jövök, megyek. Jaj. Hogy neki kente a falhoz? A falnak. Nem sikerült beszorulnom örökre. Ja, most itt vagyunk a másik oldalon. Aha. Gyűnyökét előbb itt mentettük meg a túloldalon. Aha, most körbejöttem. Azt mondja az Asun, sajnos ez a játék egy mobil cucc szintjén van. Vanon borzalmas volt a framerate, és 3,5 óra volt. Hát ezt sajnálattal hallom. Itt PS4-en nincsen gond a framerate-tel eddig. Nem érzékeltem ilyet. Not enough buttons pushed for this sucker. De akkor ezek szerintem már be is fejezted, és nem tartott túl sokáig. Hát jó. Mindegy, hiánypótlónak még mindig elmegy. Jaj, elfelejtettem. Jó, nem haltam meg. Figyelni kell az energiaszintet is. Még egy gombot kell valahol megnyomni. Még vannak vigyók, azok szerint erre nem nagyon jártam még. Ah, itt még ellenfél is van. Basszus. Nem már. Klárika. Valaki nyivákol is, úgyhogy mindjárt megmentjük. Itt nézzünk körbe. Na jó van. Gondolom itt fönt lesz valahol a megmentésre szoruló nyilván. Ja nem, itt lóg. Na oda. Viszlát. Van egy ilyen útvonal is. Aha. Jaj, mit csinálok? Aha. Ó, oké. Okay. Na, visszatértünk az útra. Végül is, ezen egyébként nagyon sokat szoktunk mostanában tanakodni a szerkesztőségen belül a többiekkel, főleg itt az indie játékok, meg a kapszulatesztek tesztalanyai kapcsán, hogy mennyire jogos például az árérték arányt beszámítani a pontszámba, tehát hogy mit csináljunk az olyan játékokkal, amik mondjuk mint ez a játék, 3000 forint környékén mozognak, és marha rövidek. És hát nem igazán jutottunk még dűlőre a kérdésben. Én mondjuk a magam részéről úgy vagyok vele, hogy nem árt, ha egészségesen belövi az árat, szerencsétlen fejlesztő. De valahol azt is megértem, hogyha 100 évig dolgozik egy ilyenen, tehát ők is annak ellenére, hogy ilyen rövid, egy jó 2 évet biztos fejlesztették ezt a játékot, és ha ezért kérnek egy mondjuk
Hát az a baj, hogy egy 4500 forintot PC-n nem tudom mennyibe kerül, majd megnézem. Az valahol érthető is, de az is érthető, hogy nem sokan veszik meg launchkor teljes áron, hanem tulajdonképpen, ha az ember türelmes, akkor megvár egy szélt, és már bagóért hozzá lehet ezekhez jutni. Úgyhogy én, amiből nem kapok teszt példányt, tehát azért bőségesen van olyan játék, ami érdekel, de nem én tesztelem. Azoknál én meg szoktam várni évvégén a karácsonyi vásárt, aztán akkor kielégítem a kíváncsiságomat, és akkor úgy nem járok vele nagyon pórul. De azt abszolút megértem, hogyha valaki megjelenéskor megveszi, és kicsit csalódott, hogy a pénzért nem egészen azt kapja, amit elvárhatónak érez. De egyébként érdekes, amiket írsz, az, hogy boxon 2000 volt, na, legalább még olcsóbb volt, akkor lehet, hogy érezték, hogy az a port annyira nem sikerült, nem tudom. PS4-en állítólag teljes áron 4500. Oh, that was easy peasy lemon squeezy. The natives just couldn't dig the vision I had for this place, so burn, baby, burn. You won't get away with this. Watch me. Hú, de fenyegető ez a CRT monitor boss. Húha. Örökké égő tüzek. De azért a házikó megmarad. Azt nézem, hogy itt nincs senki, akit meg kell mentenem. Senki, aki nyivákolna. Én csak örülök, hogy rövid, bevallom őszintén, legalább több időm marad a Rhyme-ra, de azért a két és fél három óra az tényleg, ha így belegondolok, a kapszula tesztek játékai szoktak ilyen hosszúak lenni, úgyhogy ennyi erővel lehet, hogy kis teszt helyett akár mehetett volna, vagy mehetne kapszulába is. Ott van az, hogy tényleg a múltkor az a két horror játék, amit teszteltem. Mondjuk ott pont az egyik becsapós volt. Az Inner Voices az azért jóval hosszabb volt. Activating them will let you teleport between other activated terminals. Van fast travel, nagyszerű. Szóval ott az Inner Voices című semmiből jött lengyel játék, az egy 8-10 óra volt. De a másik, az a nagyon borzalmas, mi is volt, az a Roots of Insanity, az volt nekem talán 2 óra, és arra azt mondtam, hogy jó, hát akkor kapszula teszt, és valami 10 eurós áron vesztegették, talán. Viszont ha itt van ilyen, akkor visszamegyek anyuhoz. Ide. Ugye? Összeszedem a szívemet. You seek to reconquer what CRT stole from you, yes? Only the siphon will allow that. But without the fusions at the foot, you have shown great kindness, Skylar. To reward you for your hard work, I have increased your health. Oh, egyből 5 szívem lett. Nagyon jó. Most nem azért, de mindenki élete múlik a sikeremen. Te meg itt egyesével adod a szíveket. Nem biztos, hogy jó taktika. Nagy kérdés. Szerinted lesz Cyberpunk 2077 bemutató mozgolódás az E3 alkalmával idén? Jó kérdés, jó kérdés. Szia, Malleus! Én számítok rá. Tehát az az igazság, hogy reálisan miért ne? Tehát igazából a
Witcher 3 most már egy éve véget ért. Ugye? Tavaly májusban jelent meg a második kiegészítő hozzá. Hú, de jó volt, Istenem, olyan szépen lezárta az egész trilógiát. És azóta végül is csak a Gwent játékot bütyürgették, úgyhogy nem hiszem, hogy amellett nekik nem lett volna, vagy ne lett volna idejük foglalkozni a következő nagy játékukkal, pláne hogy most már nem is tudom hány százan vannak, tehát egy elég jelentőset nőtt a CD Projekt Red csapata, úgyhogy én bízom benne és számítok rá, hogy valamit villantani fognak. Hát ha más nem, akkor megint valami... valami szuper hangulatos CGI előzetest. Valaki vinnyog valahol megint. Jaj, nem azt akartam! Mit csinálok? Jó, jó van. Valaki oldalt virnyákol. Egyébként a maga nemében helyes, helyes ez a játék. És nincsenek komoly basszus gondok. Idegesít a vinnyogás, meg akarom találni a forrását. Ott víz van. Valahogy oda át kéne jutni. De akkor át szerintem nem tudok ugrani. Főleg, hogy csak vitorlázni tudok. Na jó, mindegy. Majd. Már kékre fagyott. Jaj, ez mi volt? Mit írt itt ki? Mozgó platform, mivel interaktoljak? Ja, izért írja ki már most, ami ott a fejem fölött van. De még mindig vinnyog itt is valaki. Valahol ott, arra. De zavarja a maximalista énemet. Ott fönt. Ah, ott nyilvánkol. Na most már legalább látom, hol a... Ja, jó. Azt nem gondoltam, hogy meg tudom ugrani. Na. Ja, jó. Na. Klárika. Az milyen, hogy a bagoly semmire nem jó. Lelki erőt nyújt. Ja, ő a morális támogatás. Ő néha mond dolgokat, körülbelül erre jó. Én reménykedtem, hogy ő később jó lesz valamire, de akkor ezek szerint csak azért van bent a játékban, mert ez ilyen műfaji követelmény, hogy legyen egy sidekick, aki dumál. Na, mi van? Ja, fönt. Várjunk oda föl, hogy megyek. De most tényleg. Ja, várjunk, tudok olyan rocket jumpot, azt már elfelejtettem, hogy kell. Na! Ó, basszus, hol vagy? Lehet, hogy tökre nem erre kellett volna jönni. Baj. Arra is lehetett volna, még ott arra is van valami. Lehet, hogy itt véletlenül kikerültem más dolgokat. Ó,
Úristen, már megint meghűlt a szinkronhang. Most meg ilyen nagyon bizarr slow-mo volt, de hogy ezt mi okozza, azt nem tudom. Most nem tudom, hogy attól ilyen, hogy streamelek. Vagy egyszerűen csak most előjön. Jó, hogy mit csinálok? Jó. A zenét itt halkítottam le. Én úgy érzem, Zász, hogy te nagyon utálod ezt a játékot minden szempontból. Nekem a zenével egyelőre nincs bajom. Hát kicsit monoton, de... Vá, mit csinálok? De most komolyan. Jó, mindegy. Nem bug, feature. Ja, hogy a ló. Hát igen. Van egy olyan érzésem, hogy ott a korábbi területen én most kihagytam egy csomó mindent. De tök mindegy, hát van fast travel, legfeljebb majd visszajövök. De menjünk arra, kivételesen amire kell. Dehogy nem lenézek, azt néztem, hogy ott van-e valami, amit felvehetek. Az egyik leugrott. Oh, oh. Tehát nem túl változatosak az ellenfelek. Vannak ezek a kis CRT monitorok, meg a rakétás valamik, aztán annyi. Jó, azért a külsejére szerintem nem lehet a játéknak panaszkodni, tehát szép. Szépnek szép, ezt meg kell hagyni. Jó, öljük meg. Hadd ne kelljen itt ugatnia az idők végtelenségeig. These are crazy altitudes for someone without wings. You must be really brave. Or really stupid. I mean, I'm not sure what you're even trying to do up there. I mean, once I sent Steve to reach the top just for kicks, right? Forgot him up there for like 2 weeks. You should have seen his popsicle face when it finally flew down from there. Anyway, is that your individualistic dream now, kitten? Become a feline popsicle? Wouldn't you like to know, bozo? Bah. Well, have fun, you two. Don't freeze your butts off. Or do. Either way, they're mine. Your butts, that is. See ya. Wouldn't want to be ya. No. Enough butt jokes. Szóval azt akartam az előbb mondani, hogy ami mondjuk kár, hogy ez a két karakter, ez ilyen totál semmilyen. Tehát a néma macska csaj, meg a kicsit ilyen idegesítően sztereotipikus madara. Olyan sok egyéniségük nincsen. Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk egy Jak and Dexterbe mind a két karaktert szereti az ember, meg érdekesnek találja. Ők meg ilyen megfelel a célnak kategória. Megint hallom, hogy valaki virnyákol, csak azért ugrabugráltam itt össze-vissza. Előbb össze akarom szedni, aki vinnyog. Bár lehet, hogy itt vinnyog. Most már nem hallom a vinnyogást. Ups. Még mindig hallom a vinnyogást. De csúnya ez a madár. Még egy checkpoint. Mondjuk ez alapján, ha ez a játék
térképet, tehát hogyha ekkora a világ, akkor tényleg nem egy nagy valami. Oh, ott hagytam köcsögöket. Na. Látjátok, én megoldom, hogy hosszabb legyen, mint 2,5 óra. Azt ez nekem 5 is. Na jó. Engem egyébként az is meglepett, hogy a Rhyme állítólag csak 10 óra. I can see my house from here, gondolom. Az achievement neve, amit most megkaptam. Ha ez a Skyrim lenne, akkor itt egy sárkány lenne. Na jó, ez jó pofa volt. What happened to the thief? I'm not quite sure, sir. When she grabbed the fuse, it triggered something. It imprinted some of its power in her arm. Well, ain't that cute? Flush her out into space and be done with it. With all due respect, sir, I think she's worth more to you alive. We could seal her power in some kind of glove and... Shut up, Bob! I've got it! If we seal her power in some kind of glove, she could become some kind of super weapon. Very good, sir. Quite genius, indeed. I know, Bob. Make the preparation. This kitty cat is getting a new paw. Oj, oj. Na jó. Lehet, hogy a 3-ból egy pálya, így a streamnek elég is. Csak hogy ne lőjem el a teljes játékot azoknak, akik esetleg majd meg akarják venni. Let's go talk to the elder. Még beszélek egyet anyával, aztán lehet, hogy ezt így fel is függesztem. Azon gondolkodom, ezek itt újra termelődtek, vagy ezeket, mintha már szétvertem volna. Ja, és most itt random helyeken ácsingóznak ezek a valamik. Egy kis kriteria. Jaj, beleálltam a személyes teretbe, ne halagudj, ne haragudj! Ezek a lények, ezek így hogy? Miért? Miért így néznek ki? Valaki itt is vinnyog. Errefelé, mintha. Ja, ott fönt virnyákol, oda nem tudom, hogy kell felmenni. De tényleg, oda hogy megyek föl? Valamit nekem kell ide betenni a helyére, vagy csak odaadom a mamának. Tessék, well ott egy zöld bogyó. Yet this is but the beginning of your journey. To find the next fuse, you must venture to the forlorn desert. Only the wise shall gain entry to the domain of the progenitors. Elég bölcs vagyok, hogy bemehessek oda, úgy tűnik. Erre elindulok rossz kapu felé, erről ennyit. Nem baj. Na jó. Oda még bemegyek, aztán szerintem lehet, hogy folytatom attól még a játékot. Csak nem biztos, hogy ezt annyira élvezetes nézni, hogy streameljem. Na még egy kis
köcsögtörés. Micsoda egyiptomi dallamokra váltottunk. Hát jó. Akkor szerintem ez ennyi volt, már ami a streamet illeti. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok egy páran, Zaz, neked pedig különösen köszönöm, hogy megosztottad velem az Xbox One-os benyomásokat. Old Blue Stuff always told me not to come here. I guess this is an emergency, right? Well then, onward! Ez tök hangulatosan néz ki, mármint a színek, a helyszín színvilága abszolút jó pofának tűnik. Mondjuk azt sajnálom, hogy vannak ezek a nagy nyílt terek néha csak úgy, és akkor én például kényszeresen lemegyek mindenhova abban a hitben, hogy hát ha lesz ott valami dugi kincs, és sokszor nincs. Ez mit csinált? Ja, hogy oda leestek. Ez azért szép. Ah, welcome to CRT's Sandbox Funtime Land, out with the old, in with the new. That's what my pappy always said. Egész journey-s. What he actually said was that I was useless, but yeah. I'll prove him. Itt ezeken a nagy tereken semmi nincs. Anyway, stretch your legs plenty now. You got yourself a pet bird. There's really nothing else to see. There's some crusty old ruins that are impossible to get into. I mean, trust me, I've tried. I mean, I'm pretty smart, right, Bob? Oh, certainly, sir. Quite so. Na, ilyet már láttam egyet máskor is, és ezt nem tudom, hogy mire kell használni. Ennyi volt. Itt valami bónusz content lesz. Na jó, hát mindegy. Már hallom, hogy valaki vinnyog, meg ó, jó, sokan ugatnak. Milyen jó messzire eljön a rakétája, de tényleg miért csak ez a két fél ellenfél van a játékban? Itt lehetnének valami robotmúmiák, vagy nem is tudom. Most már legalább választ kaptam arra is, hogy le nem szabad menni. Pedig. Na, várjál. Jaj. Ja, amikor ezt csinálom, nem lehet double jumpolni. Aha. Nincs itt fönt semmi. Én meg azért jöttem ide föl, gondoltam itt lesz valami. Ja, de ott a túloldalon van egy szerencsétlen. Na jó, már jó, hogy vagy 5 perc, azt mondtam, hogy befejezem a streamet, aztán itt annyira belefeledkeztem a következő helyszínbe, hogy még mindig játszom, de akkor most már tényleg bezár a bazár mára, legalábbis ami a Skylar & Plux-ot illeti. Remélem azért nem volt teljesen felesleges, és talán egy-két embernek meghozta, vagy éppen elvette a kedvét a játéktól ez a jó egy órányi futkosás. Valamikor a közeljövőben szerintem fogok, talán holnap este vagy kedden, majd még kitalálom Rime-ot streamelni PC-ről, úgyhogy akkor is várok mindenkit szeretettel, hogy megosszátok velem a véleményeteket, gondolataitokat, benyomásaitokat. Legyetek jók és további kellemes gyereknapot. Sziasztok!